az ember saját magát ismerje, és a saját maga szokásaihoz, életviteléhez a ruhatárát is tudatosan állítsa össze, ehhez kell egy kicsi energia. Nem sok, de egy kicsi kell. Tehát erre oda kell figyelni. Hogy vannak helyzetek, amikor a ruhadarabokat, azokat kényelmetlen viselni. Tehát ne úgy vegyünk magunknak öltönyt, hogy most abban megnézzük azt, hogy elérjük a 7-es buszon a kapaszkodót, mert nem fogjuk elérni, mert szűk lesz. Az lustaság, meg a nem odafigyelés, az elhanyagoltság, ezek az első jelek, amikor azt az ember, hogy öregszik. Tehát ez egy másik dolog, hogy amikor úgy vele, hogy á, most minek, úgy se találkozok senkivel, úgy, hát minek borotválkozzak. És akkor egyszer csak héten csönget valaki, és ott van az álmaim, ne továbbja, és a kapok kézben, a fele ügye. Hát soha nem lehet tudni, mikor mi történik. Mi 32 éve vagyunk házasok, úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég szemléletes, hogy mi nekünk az élet úgy hozta, hogy ráismertünk egymásra akkor, amikor rá kellett. És valahol az öltözködési kultúra, én szerintem az általános kultúráltságnak egy része, és én borzasztóan szomorú vagyok akkor, de olyan nagyon szomorú vagyok, hogy már egy kicsit bele is fáradtam, mert már 20 éve szomorkodok ezen, amikor intelligens, művelt, tényleg extravagáns intelligenciájú emberek annyira, de annyira nem képesek a külső megjelenésükre odafigyelni, hogy az már bántó. Amikor üzletet kötök, akkor nem azért nem csapom be a partnert, mert nem tudom, hanem mert nem akarom becsapni. Saját magukkal legyenek tisztában. És olyan irányt és olyan pályát választanak, amit szeretnek, amiben örömük van, amit tudnak alázattal, szeretettel csinálni, legyen az bármi. Egész biztos, hogy sikeresek lesznek a saját maguk mércéjének megfelelően.